Darálják a sertészszombot az egyik bonyhádi húsboltban. Csilis babot készít majd belőle Sebestyén Gergelyné. Ő azt mondja, már most tapasztalja a húsárak változását. Én szerintem magasak az árak, igen. 1105. Káslár Zoltán csirkefarhátat és szárnyat vett. Neki sem tetszik az árak emelkedése. Emiatt kevesebb hús fogyaszt majd a család. Az üzletben 1 kg csirke mellért 1490 forintot kérnek el. 1 kg sertéslapocka 1490 forintba, 1 kg csont nélküli karaj 1790 forintba kerül. Mintegy 100 forinttal emelték meg a húsok kilogrammonkénti árát. Pap Zsolt az üzlet dolgozója szerint már most érzékelhető az áremelkedés hatása. Kevesebb a vevő és meg kevesebbet vásárolnak. Vagy másfajta hús vásárolnak? Nem. Olcsóbbat próbálják, például ma is akcióztuk a sertéslábat, az ha elfogyott, az hamarabb. Folyamatosan érkeztek a vásárlók sertéshúsért ebbe a tolnai üzletbe is. 1 kg sertéslapocka itt 1100 forintba, 1 kg csont nélküli sertéskaraj pedig 1350 forintba kerül. Szilágyi Péter, az üzlet tulajdonosa azt mondja, ő is kénytelen volt emelni az árakon, mert drágábban tudja beszerezni a húst a vágóhidakról. Igyekszik azért akciókkal becsalogatni a vevőket. Ha az akcióson nincs annyi, de bejön a 100-ból 80, vesz mást, és azon bejön. Én nekem ez a politikám. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a takarmány alapanyagok ára megugrott az utóbbi hónapokban. A drágulás akár 15-20%-kal is emelheti a hús, a tej, valamint a tojás termelési önköltségét. Somosi Szabolcs, bátaszéki sertéstenyésztő is visszaigazolta ezt. Úgy véli, jelentős önköltségnövekedést eredményezett mindez az állattenyésztőknél. Ez az önköltségnövekedés, ez jelenleg, megmondom őszintén, az értékesítési árban egyáltalán nem érezhető. Tehát én úgy gondolom, hogy az állattenyésztők jelenleg ráfizetéssel állítják elő a portékájukat. A legnagyobb mértékben a csirkehús ára nőhet. Akár 2000 forintot is elkérhetnek majd 1 kg csirke mellért.